kapcsoljuk. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. A dollár baloldal a napokban olyasmit tett, a dollár baloldal bukott miniszterelnök jelöltje, Márki-Zay Péter, amire az elmúlt 30 évben nem volt példa. Beismerte a teljes magyar nyilvánosság előtt, hogy több milliárd kampánytámogatást kaptak külföldről. Márki-Zay már 2019-ben beszámolt egy amerikai kiruccanásáról, ahol soros szervezetekkel találkozott, és nyíltan gyűjtött pénzt a kampányához. Egy másik alkalommal azt is közölte, hogy Kész Zoltánnal pénzgyűjtő körútra mentek az Egyesült Államokba. Emlékezetes, az idei választási kampány alatt megjelent, és gyorsan el is tűnt egy cikk a 168 óra hasábjain, Márki-Zay mögött soros állt címmel. A cikk szerint maga Gyurcsány Ferenc mondta ezt egy szűk körű kampányegyeztetésen. Sőt, Márki-Zay maga is elárulta, hogy szövetséget kötött Sorosék amerikai kampánycsapatával, az Action for Democracy-val. Idézem őt, zömmel hazai kisadományozók pár ezer forintjaiból dolgozunk, de pár napja megállapodást kötöttünk a Marton Kati által irányított amerikai Action for Democracy nevű szervezettel, mely kint élő magyaroktól gyűjt pénzt a kampányukhoz. Ezzel megerősítést nyert. Újfent nemzetközi globalista erők próbáltak meg beavatkozni a magyar választásokba, sértve ezzel Magyarország szuverenitását. Az egyik legfontosabb kérdés. Vajon Soros György mit kért, illetve a jövőben mit vár ezen elképesztő pénzekért cserébe? Köztudott, hogy Gyurcsány Ferenc a dollár baloldal vezetője. Neki és a többi pártnak is tudnia kellett ezekről a pénzekről. Tisztelt államtitkár úr! Jogosan merül fel tehát a kérdés. Elfogadható-e, hogy külföldről bárki pénzzel támogassa a magyar baloldalt egy választási kampányban? Várom meg tisztelő válaszát. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Füriyes Balázs államtitkár úr válaszol az elhangzottakra. Parancsoljon! Kérek szépen hangot, Füriyes Balázs államtitkár, a kártyát igazítsa meg, államtitkár. Talán most már. Ennyi. Köszönöm szépen, elnök úr, még egyszer a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Nehéz kihívások idején nagyon fontos lenne, hogy lényeges, alapvető kérdésekben egyetértésre jussanak a politikai pártok, hogy legyen egy valódi nemzeti egység. Három kérdésben különösen jó lenne a parlamenti pártok teljes egyetértése, mind a három az Európai Unióhoz kapcsolódik. Jó lenne, ha egyet tudnánk érteni abban, hogy az Európai Unió számára legfontosabb legyen a béke, azonnali fegyverszület, haladéktalan béketárgyalások és mielőbbi békekötés, és ezt képviselje az EU a háborúval kapcsolatban. Fontos lenne, hogy semmilyen energiahordozóira ne legyen szankció, és fontos lenne, hogy Magyarország hozzájusson az őt megillető uniós pénzekhez. Ugyanakkor nem lehetséges a nemzeti egység, mert a baloldal nem ura önmagának, elvesztette önállóságát, úgy döntött, hogy pénzért, anyagi támogatásért cserébe, a kampányért kapott dollármilliókért cserébe az Egyesült Ellenzék, a baloldal feladja önállóságát, és hagyja, hogy külföldről diktáljanak neki, külföldről mondják meg, hogy milyen álláspontot képviseljen, sorsdöntő nemzeti kérdésekben, és ezek a külföldi erők nem engedik, hogy ezekben a kérdésekben egyetértésre jussunk, úgyhogy itt Magyarország a nemzeti érdek érvényesítésében nem számíthat a baloldalra. Természetesen azok a kérdések, amiket ön felvetett, nagyon súlyos kérdések. Nem jó, hogy ilyen viharverte nehéz időkben nem lehet számítani semmilyen módon az ellenzékre, a baloldalra, a nemzeti egység kialakításában, az unióval szembeni föllépése érdekérvényesítése. Ugyanakkor én bízom benne, hogy az illetékes hatóságok, állami számvevőszék, illetve a parlamenti vizsgálóbizottság alaposan földeríti ezeket az eseteket. Köszönöm szépen. Úr, egy perces viszonválaszra Illés Boglárka képviselőasszonyi a szó, parancsolja. Köszönöm a válaszát, államtitkár úr. Szerintem kijelenthetjük, senkinek sem újdonság, hogy Soros György előszeretettel támogatja a háborút és a szankciókat, és azt is kijelenthetjük, hogy az Action for Democracy Soros Györgyhöz köthető, mint ahogy azt is bevallotta a dollár baloldal bukott miniszterelnök jelöltje, hogy az Action for Democracy-tól kaptak a kampányhoz támogatást.
Mondanám, vagy feltetnénk a kérdést, hogy ilyen alkalmatlan formációkba a jövőben vajon fognak-e külföldről investálni, de sajnos azt látjuk, hogy a mai napig a baloldal a szankciók pártján áll, de én nagyon bízom benne, hogy a következő időszakban már akár ezen is változnak, vagy változtatni fognak. Én is bízom abban, hogy a hatóságok felderítik azt, amiről úgy gondolom, ami a napnál is világosabb, és abban is bízom, hogy a választópolgárok a jövőben is a józan ész talaján állva fognak dönteni arról, hogy kibefektetik a bizalmukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Egy perces viszontválaszra Fűrjes Balázs államtitkár úrja a szó, parancsoljon. Nyilván naivitás lenne azt gondolni, hogy valakik dollármilliókkal, milliárd forintokkal támogatják a baloldalt, és ezért semmit nem kérnek cserébe. Egészen biztosan megkérték az árát azok, akik ezt a temérdek pénzt átutalták a baloldalnak. Rakjunk össze néhány nyilatkozatot. A miniszterelnök jelölt azt mondja, hogy 2 milliárd forintnyi dollárt kaptak a baloldali kampányra. Kunhalmi Ágnes, szocialista társelnök pedig azt mondja, félreértésben van az ellenzék, sajnos sok tekintetben el van zárva a saját szavazóbázisának döntő többségétől. Egy nagyon szűk elvárásrendszernek próbál megfelelni nagyon régóta, amely elvárásrendszerből, ha valaki megpróbál kilépni, vagy mást beszél, vagy más hangon próbál beszélni, akkor legyilkolják. Ezt mondja Kunhalmi Ágnes, szocialista képviselő saját magukról. Nincs mozgásterük, mert pénzért föladták. Remélem, hogy kiderül a teljes igazság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár.